kiállítások ínyenceknek című sorozatunkban különlegességet ajánlunk, hát persze, és ez nem más, mint ásvány és geológiai napok, tehát ásványkiállítás és geológiai napok lesznek a hétvégén. A millenárisra invitáljuk önöket. Én azt hiszem, hogy izgalmas lesz a blog, hiszen azért egy pár dolgot már itt most megtudhatnak az ásványokról. Már is köszöntöm Lelkes Andrást, aki geológus és az ásványbörze szervezője, valamint igazi szíve, lelke, motorja. Üdvözlöm! Jó estét kívánok, és kedves vendégeket is üdvözlöm! Na most nagyon szép lett az asztalunk, én mindig azt szoktam mondani, hogy ez a stúdió asztal egy terüly-terüly asztalkám, hiszen mindig valami különlegessel telik meg, hát nem véletlen, hogy most gyönyörű, csillogó, vagy éppen matt csodákat látunk itt az asztalon. Mik ezek, és egyáltalán mit nevezünk ásványoknak? Hát itt próbáltam egy ízelítőnek behozni, bemutatni egy pár olyasmi ásványt, amit az előbb említett ásványbőrzéken, amik is lehet velük találkozni. Hát ugye ásványoknak nevezzük a Föld által, a Földben keletkezett, különböző geológiai, geokémiai folyamatok által keletkezett ásványanyagokat. Ezeknek a különböző kristályos változatai, kiválásai, azok olyan szép formákat tudnak ölteni, hogy a gyűjtőket is nagyobb megihletik, és hát ezekkel lehet ásványbőrzéken is találkozni, illetve ugyanígy az elmúlt évmilliók, százmilliók földtörténeti korából előforduló őskövületeket is sokan gyűjtik, ezekkel is lehet így rendezvényeken, ásványbőrzéken találkozni. Ezekből hoztam egy picike kis mikroválogatást itt bemutatni önöknek. Hát már itt a színeket megcsodálhatjuk a hófehértől a méregzöldig, vagy éppen, nem is tudom, márvány? Vagy lehet, hogy most nagy butaságot mondtam, a márvány az nem ásvány, ugye? Hát mégis az is egy ásvány, az a kalcitnak egy nagy nyomás alatt kikristályosodott, kicsit keményebb változata, és díszítőkőnek használják, de az is egy ásványfajta. Akkor most az egyszer nem hibáztam nagyot. Na, akkor megnézegetünk egyet-egyet, mondjuk a legszebb ugye az a hófehér, ami valóban kristálynak tűnik, mert szinte vannak még majdnem áttetsző elemei is. Hát igen, ez kézbe... Igen? Ez, ahogy említette, hogy kristály, a neve is hegyi kristály, tehát a kvarcnak. A kvarc az egy egyszerű ásvány, szilícium-oxid, dioxid, annak a kristályos változata a hegyi kristály, ez Erdélyből, erdélyi lelőhelyről, Kapnikbányáról való ez a hegyi kristály. Gyönyörű, szép. Azt mondják, hogy a hegyi kristály gyógyít is, hiszen nagyon sokféle alkalmazását hallottuk. Manapság az ásványbőrzéken is, meg úgy általában is nagyon elterjedt a ásványoknak és a köveknek a gyógyító erejéről beszélni. Én ezen a területen nem vagyok annyira szakember, ugye én geológus végzettségű vagyok, és sokkal inkább így a reál tudomány irányából ismerem a köveket, de végül is nagyon sok dolog nekem is tetszik ebből a területből. Ez kicsit így az ezotéria területét is érinti, és nem tagadom az ásványbőrzék. Az ezotéria elég erősen jelen is van. Ez azt jelenti, hogy például az önrendezvényein is lesznek olyanok, akik értenek ehhez? Igen, az én rendezvényemen is odafigyelünk arra, hogy az ezotéria és az ásványoknak a gyógyító ereje kellő mértékben képviselve legyen. Ez manapság, ez egy nagyon kedvelt területe így az ásványok világának. Én saját magam, mivel reál és geológus végzettségű vagyok, nem értek annyira ehhez a területhez, de mégis valahogy én is nagyon sok mindent elfogadok ebből az érdekes, misztikus, ezotériás, gyógyítóköves megközelítésből. Olyan szinten is, hogy még én magam is hordok egy kis gyönyörű kis hegyi kristályt, egy Herkimer gyémánt ez a neve. Ez egy kvarc változat. Ez szép neve van. Egyesült Államokban van a lelőhelye, és én is úgy érzem, hogy így jobban érzem magam, hogy ő itt van. Én szerintem önmagában a hitereje az egy nagyon erős dolog, és
Meg azt is mondják, hogy annyira rendezettek ezek a kristályok, hogy ezek tényleg valami rendezettséget hoznak az ember életébe is. Tehát a kristály szerkezetek azok, tehát a kristály szerkezet az egy gyönyörű dolog. A kristály szerkezet az biztos, hogy különböző hatásra lehet a sugárzása, meg sok mindenben, ami minket körülvesz, csak ez, én szerintem ez még egy annyira nehezen megfogható terület, amit a tudomány szerintem van még konkrétan mit leírni, csak még később fog tudni. Tehát én is elhiszem, elfogadom, hogy a kristály szerkezet az befolyásra lehet legkülönböző dolgokra körülöttünk. Jó, akkor nézzük meg ellentétek alapján ezt a legfeketébbet, hogy ez micsoda. Öt? Igen. Ez egy meteorit. 1947. február 12-én esett le egy nagyon nagy méretű meteorit Oroszország keleti részén, a Japán tenger közelében, Vlagyivosztoktól északra, 47. február 12. Az összetétele vasnikkel. Ez talán az egyik legesztétikusabb meteorit fajta, ami így az ismert meteorit becsapódások közül előfordult a világon. Egy nagyon nagy méretű becsapódás volt, nagyon sok tonnányi meteorit hullott le a Földre. Hát ez abból egy kisebb darab. Voltak egész ilyen asztalméretű darabok is abból az időből. Na most mielőtt tovább ismerkednénk a sok szép valamivel, mert nem illik ezekre azt mondani, hogy kővel, ismerkedjünk meg ezzel az egész rendezvénnyel. Hozott egy gyönyörű plakátot, ami azt mondja, hogy ásvány, bőrze és geológiai napok. Ami azért érdekes, mert a geológiai napokról mi nem sokat tudunk, hogy vajon mit akar. Ugye 6 ásványbőrzénk van egy évben, és ez a millenáris a júniusi millenáris ásványbőrzénk az egy ilyen kiemelt jelentőségű, mert amellett, hogy az ásványbőrze, egy ásvány és ékszerbőrze, nagy figyelmet fordítunk a programok sokszínűségére, és méghozzá olyan szinten, hogy a programok között próbálunk nagyon komoly a geológiát, meg az ásványokat népszerűsítő szakmai programokat is felsorakoztatni a felnőtteknek is, a gyerekeknek is. Ezek közül kiemelném a mostani rendezvényünkön a szombaton és vasárnap az 5-ös Loránd Tudományegyetem által, a Természetrajzi Múzeumok által szervezett földtudományos játszóházat, amit hihetetlenül kedvelnek a gyerekek. Gyakorlatilag egy ilyen kis varázslatos világba csöppennek be, ahol egy elég nagy területen nagyon sok foglalkoztató van berendezve a érdeklődőknek, ahol a legkülönbözőbb területével tudnak megismerkedni a geológiának, meg az ásványok világának. Gondolom, hogy ennek a gyerekek nagyon örülnek. Ez egy ingyenes program a gyerekeknek, és akik nagyon ügyesek, és a feladatokat is megoldják, végig mennek pontról pontra a feladatokon, még egy kis szép ásványt is kapnak ajándékba a végén. Ó, ezért érdemes. Már csak azért is, mert valljuk be, hogy itt a pesti gyerekek nem sok ilyen természetközeli dologgal találkozhatnak, és ha ügyesek, akkor meg azért éri őket dicséret, hogy még ilyenekről is tudnak. És még valamit kell, hogy mondjak, hogy azt mondják, hogy vasárnap esős lesz, ugyan kellemes idő, de eső, hát lehet annakkor jobbat csinálni, mint egy ilyen ásványbőrzén kalandozni? Na, tehát akkor lesz a geológiai napok, amiben ezt kínálják a gyerekeknek és a felnőtteknek? Folyamatosan tartunk egy külön előadóteremben 3D vetítést barlangokról, barlangi ásványokról, hazai, illetve külföldi barlangokról. Mondjuk szintén a gyerekeknek ért, tehát a vetítés, a barlangvetítés az felnőtteknek is, meg gyerekeknek is nagyon érdekes. Lesz egy bonsai kiállítás, ami mondjuk nem geológiai, nem ásványok, de nagyon színesíti De illenek az ásványokhoz, és természet, és nagyon szeretik a látogatók. Folyamatosan fog egy szakember ingyenes drágakőhatározást tartani a rendezvényen. Otthonról is el lehet hozni a nagyomától megörökölt gyűrűket, ékszereket, és itt megtudhatják, hogy milyen kő van benne, valódi kő vagy szintetikus. Nagyon sok különböző foglalkoztató, ezek főleg végül is gyerekeknek szólnak. Kis állatsimogató, kígyósimogató, ezoterikus szolgáltatások. Tehát ez jó, mert ha a felnőtt szeretne egy kicsit bóklászni, akkor azért a gyerekek is
jól érezhetik magukat, pláne kis állatsimogató, és ez mindegy ott elfér? Ennyi minden? Hát a D-épületben, ahol leszünk, három szinten kerül megrendezésre a rendezvény. Mindenki meg. Tehát természetesen a terület nagy része az egy kiállítás és vásár. Legkülönbözőbb ásványokból és készült ékszerekből lehet hatalmas választékot találni. Nagyon sok kiállító fog saját magától gyűjtött ásványokkal is részt venni a rendezvényen. Tehát mindenki megtalálja. Aki szereti a köveket, az ásványokat, biztos, hogy megtalálja az, ami őt érdekli. Hát egy biztos, hogy én még itt találtam a gyerekeknek érdekességet, megmondom, nem a felnőttek, de aranymosás. Aztán... Igen, ott azért hozzátenném, hogy sokszor az apukák, anyukák néha még lelkesebben segítenek a gyerekeknek aranyat mosni, mint a gyerekek, tehát... És aztán van olyan, hogy egészségsziget, hát ezt a mi műsorunknak különösen fel kell hívni a figyelmet rá, hogy itt mi mindennel találkozunk. Igen, az egészségsziget az végül is azért kapcsolódott úgy idővel a rendezvényeinkhez, ugye már beszéltünk így az ásványok gyógyító erejéről, igen, meg az ezotériáról, és ezzel, tehát ezen keresztül végül is így kapcsolódtak a rendezvényeinkhez olyan kiállítók, akik az egészséget támogató, akár ásványokkal, akár módszerekkel szerettek volna kiállítani, és ebből végül is idővel kialakult egy kis egészségsziget, ahol egyéb alternatív egészséget támogató dolgokkal is lehet találkozni. Ismerkedni. Biztos, hogy mindenkibe felmerült. Itt a plakáton van egy gyönyörű kristály. Ez melyik? Melyik? Tehát ez egy milyen kristály? Ez egy aquamarin kristály, az a beril ásványoknak egy változata. A kékszínű berilt hívják aquamarinnak. Ez a darab úgy tűnik nekem, hogy ez egy Pakisztánból gyönyörű darab. Pakisztán nagyon híres az aquamarin ásványairól. Hát, megyünk Pakisztánban. Én arra emlékszem, hogy az én gyerekkoromban egy kis aranygyűrű benne egy aquamarin kővel, az egy olyan nagy dolog volt, és nővérem kapott is egy ilyet. Nagyon szép. Na, akkor tehát két napos a rendezvény. 3. június 13-14-15. Mettől meddig van nyitva? Mind a három nap 10 órától, délelőtt 10 órától este 7-ig. Gyakorlatilag az összes program és minden megtalálható mind a három nap folyamatosan. A 5-ös órán Tudományegyetem interaktív játszóháza az egyetlen, ami péntek, szombaton és vasárnap lesz. Tehát csak szombaton és vasárnap, pénteken nincs. Na, akkor mit tudunk még? Egy kicsit segítsen még abban, hogy azt mondta, hogy önmaga geológus. Miért csinálja azt, hogy szervezi ezeket a kiállításokat? Szeretné átadni az embereknek a tudását? Hát, vagy kikapcsolódás ez önnek? Valóban nekem ez a ásványbőrze szervezés, ez kicsit egy küldetés. Én saját magam is egy idézőjelben bolond ásványgyűjtő vagyok, sajnos gyógyíthatatlanul megfertőzöttem még egyetemista korommal ezzel a dologgal, és hát én nagyon sokáig, főleg a 90-es években ásványkereskedéssel foglalkoztam leginkább, és hát ebből alakult idővel így, hogy ásványkereskedőből inkább ásványbőrze szervezővé váltam. Tehát sok minden úgy megfordult a fejemben, hogy én hogy képzelek el egy ásványbőrzét, hogy szeretném megcsinálni. És egy 5 évvel ezelőtt ezzel megpróbálkoztam, és így most 4-5 év alatt nagyon sikeresek kiváltak ezek a rendezvények. Mi pedig nagyon örülünk, és élvezzük, hogy vannak. Búcsúzóul azért nem hagyom ki, hogyha már ilyen szépeket hozott be, akkor segítsem, hogy... Most a kezében tart, ez az Uralhegység északi részéről, Szarani városából való ásvány. Ez egy gránátfajta. Csillag, gyönyörű. Gránátfajta, az a neve, hogy Uvarovit. Nagyon magas a króm tartalma, ezért van ilyen szép mélyzöld színe. Igen? Ezt nem is tudtam, hogy a króm adja ezt a gyönyörű színt. És ez így található a természetben? Hát ez így, ez végülis egy krómbánya, ahol így a repedésekben melléktermékként kerülnek elő ilyen nagyon szép uvaroid kristályok. Itt, hát kedvenc színem a kék, itt valami csodát látunk, egy pici kék. Mit? Ez egy kis csoda, Indiából származik. Egy vanádium tartalmú szilikát ásvány, az a neve, hogy kavanszit. Kavanszit. Egyetlen kavanszit. Előhely a világon, ahol ilyeneket találni lehet, a Puna nevű előhely Indiából.
Érdekes, hogy nem tudom, mennyire látszik, hogy ez gyönyörű kék. És ilyenekkel is lehet találkozni az ásványgörzsén. Jó, és ami még, hát van itt egy csúnya, ami olyan rossz érzést kelt az emberben. Itt mi a, minden valódi, vagy ez inkább egy ilyen... Ez is abszolút valódi. Hát mondhatom azt, hogy ez az egyik legősibb élőlény, aminek a kövületét meg lehet találni ma a Földön. Ő olyan 5-600 millió évvel ezelőtt élt. Megpróbálom a fejét is megmutatni. A Földünkön ez egy ős rákfajta, az a neve, hogy trilobita. Ez egy rák? Azt igen, igen. Valami... 250 millió évvel ezelőtt pusztultak ki, és ugye az átlag életkoruk a trilobitáknak 4-500 millió év. Fantasztikus. Ezt a darabot, ezt Szentpétervár mellett lehet találni, ott egy nagyon gazdag lelőhely van. Hát, mondjuk lehet, hogy nagyon érdekes, de egy biztos, hogy én nem szívesen tartanék a szobámba egy ilyet, úgyhogy épp ezért két gyönyörűség van még ott, amit nagyon szeretnék megmutatni, de én nem érem el azt a két szép zöldet. Ezek meg már majdnem, hogy ékszer szintűek, jaj, és milyen finom a fogásuk. Ezek malahitból készült dísztárgyak. A malahit az egy résztartalmú ásvány. Kongóban, Dél-Afrikában található a lelőhelye. Tulajdonképpen talán az egyik legrajzolatosabb, legcsodálatosabb ilyen jellegű drágakő, amiből dísztárgyakat lehet készíteni. Az értéke már elég magas, tehát igen? Szinte ilyen drágakő. Sokat fogok itt a kezembe? Drágakőnek számít, mert annyira különleges. Nagyon-nagyon szépek, és ezek most meg vannak már formálva, egy kicsit felfényesítve, igen, ugye? Malahitból készítenek, tehát ékszerekbe is drágaköveket, nyakláncokat, karkötőket, de vannak egyszerűen csak gyűjteményi darabok, tehát amik nincsenek megmunkálva, és az ásványgyűjtők gyűjtik. Nem minden ásványgyűjtő szereti azt, amikor már hozzányúlnak egy ásványhoz, és dísztárgyakat csinálnak belőle, de hát ez egy külön világ. Egy kedves ajándék, egy szép szobadísz. És az a rendezvény az ásványbőrzén ezekből is nagyon nagy választék. És milyen jó megfogni őket, ez olyan kézbeálló, jól esik simogatni. Én azt hiszem, hogy ezzel a kis malahit teknős békával búcsúzunk mára. Ne felejtsék el, hogy június 13, 14, 15 ásványbőrze és geológiai napok. És lelkes András lelkesen várja önöket, hogy sok minden szépet mutasson meg. Örülök, hogy itt volt. Köszönöm szépen.